Az elmúlt két évben duplájára nőtt hazánkban a baba kötvényállomány, ezzel együtt pedig Heves megyében is egyre nagyobb népszerűségnek örvend ez a befektetési forma. Már 2,4 milliárd forint értékű összeg kapcsolódik a térségben élő ügyfelekhez. Dr. Borbé László András, a Magyar Államkincstár pénzforgalmi elnök helyettese elmondta, többek között ez annak köszönhető, hogy a baba kötvényt 18 éves korig bármikor lehet indítani, rendkívül magas kamattal, jelenleg 6,4%-kal számolhatnak az ügyfelek, emellett pedig számos kedvezmény is társul hozzá. Hogyha valaki a kincstárban megnyitja a startszámlát, akkor aktiválni tudja az életkezdési támogatást magasabb hozammal, és a másik, hogy minden befizetés után az állam évente egyszer 10% kiegészítést fizet. Ennek van egy felső korlátja, ez 6000 forint. Tehát, hogyha valaki ki akarja használni ezt az állami kiegészítést maximálisan, akár vagy havonta 5000 forinttal, vagy éves szinten 60000 forint befizetéssel, mindenképpen még ezt a kedvezményt is el tudja érni. Hozzátette, a baba kötvény mellett az értékpapírok tekintetében is aktívnak számít térségünk. A Magyar Államkincstár teljes állományából, ami 2350 milliárdot tesz ki, 57 milliárd forint értékben vásároltak az Eger környékén élő ügyfelek. A legtöbben pedig a Magyar Állampapír Pluszt és a Prémium kötvényt választják. Dr. Borbé László emellett elmondta azt is, hogy a vírushelyzet ellenére naponta majd 1500 ember fordul meg a Magyar Államkincstár értékesítő helyein, de tavaly június óta az ügyfelkapunk keresztül is sokan nyitottak baba kötvényt, vettek állampapírt, vagy éppen startszámlát indítottak.